Állóháború szurkolói csoportok az MLS és némely klubok között az oka kötelező kártya kiváltása, amelyből eddig egyébként 40 ezer fogyott, ám a Drucker azonosító bevezetését egyes stadionfejlesztések állása miatt mégis lehet majd halasztani tavaszig. A válogatott közben készül a közelgő őszi ebéselejtezőkre. Sipos Jenő MLS szóhívő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Szervus, jó reggelt, kívánok. Eh, Jenő, ugye most ismét hozott egy határozatot az MLS elnöksége erről a bizonyos klubkártyáról, szurkolói kártyáról. Miért volt erre szükség? A, csak is az eltérő stadion fejlesztési állapotok miatt? Nem, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségén megerősítette a korábbi határozatát, hogy szükség van a klubkártya, illetve a szurkolói kártya bevezetésére. pedig azért, mert egyrészt ugye 2013. júliusától kötelező a névre szóló jegyértékesítés az első osztályi mérkőzésekre, másrészt pedig van egy júliusi döntés, ahol az elnökség döntött arról, hogy szeptember 15-e után az élvonalbeli mérkőzésekre, bajnoki kupa mérkőzésekre, illetve a válogatott mérkőzésekre csak klubkártyával rendelkező szurkolók vásárolhatnak jegyet. Ennek a klubkártya, a szurkolói kártya rendszernek a lényege az, hogy földgyorsítja a jegyértékesítést, a jegyvásárlást. Azt szeretnénk ezzel elérni, hogy a szurkolók időben, akár elővételben, akár a, a textirodákban vásárolják meg a jegyeket, tehát vagy online felületen, vagy a textnél, ne pedig a mérkőzés előtti órákban, ezt töltsék a barátok, ismerősök között, és nem kell sorbálni a pénztáraknál. Ez a legfontosabb akkor... indok, illetve a másik indok egy olyan kapcsolat a szurkoló és a klub között, amely mélyíti a barátságot, tehát a klub elkötelezett a szurkoló iránt, a szurkoló pedig a klub iránt, különböző kedvezményeket adhat a klub, illetve az MLS is a válogatott mellett a szurkoló szurkolóknak, és hát ez, ez azt jelenti, hogy egy gyümölcsöző kapcsolat minden két oldalról. Ezt szeretnénk elérni hogy kulturált módon időben vásárolják meg a jegyüket, időben jussanak be a stadionba, megfelelő helyről szurkoljanak a csapatuknak, és biztonsággal hagyják el a stadiont. Ez Akkor a azt lehet cég. mondani, hogy az MLS ilyen értelemben a szurkolókkal szemben egy ilyen edukációs nevelési célzattal. Olyan értelemben kérdezem, amikor azt mondott, hogy megfelelő időben legyenek ott, és ne a, a mérkőzés előtti órákban próbáljanak jegyet venni. És hogyha valaki azt szereti? Az a tapasztalat egyébként, mert külföldi tapasztalat, azért ez nem egy egyik napról másra kitalált ötlet történet. Külföldön is a tapasztalat az, hogy lehetőleg elővételben vásárolják meg a jegyüket a szurkolók, ne álljanak hosszú sorok a pénztárak előtt. Elképzelhető, az, akinek ilyen berögzött szokásai voltak, hogy a meccs előtt ment ki, de előfordultak bizonyos esetek, amikor a mérkőzés kezdetére nem jutottak be a szurkolók. Ehhez nyújthat segítséget a szurkolói kártya, hogy már a kezemben a jegyel a névre szóló jegyel, pontosan tudom, hogy hol fogok ülni, melyik szektorban, melyik széken, és ha időben kérkezem a stadionba, akkor kezdésre nyugodtan elfoglalhatom a helyem. Ez a legfontosabb, és igazából nem is tudom pontosan, hogy a szurkolóknak mi, a, mi, a, mi az ellenállásnak az oka, hogy, hogy miért vannak ennyire, pedig ez egy, egy, ártalmatlan eszköz, egy szurkoló kényelmét, komfortérzetét kívánja szolgálni, és reméljük, hogyha megindul a rendszer, és már gyakorlatban is tapasztalatot szereznek, akkor még többen fogják kiváltani a szurkolói kártyát. El kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban sok olyan jelzés és tapasztalat volt, hogy azok a szurkolók, akik először egy kicsit idegenkedtek a kártyától, mikor megtudták a lényegét, és érezték azt, hogy semmiféle veszély nincs benne, kiváltották a kártyát, és azóta gond nélkül járnak. Tehát akkor ti úgy látjátok, hogy itt semmilyen ilyen adatvédelmi rengeteg adatot meg kell adni, típusú félelem, hanem elsősorban mindig a valami vadonat újtól való természetes idegenkedés van az emberekben. Így Tehát van, ez, 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 ugyanis a, ez a benyomás. Egyrészt, hogy nem kell megadni rengeteg adatot. Név, születési hely és idő. Ez az adat, plusz a fénykép mellett, ami minden más egyéb okmánynál ö, szükséges, nincs lakcím például és az adatvédelmi hatóság már auditálta ezt a rendszert, jóváhagyta hagyta és felügyeli a rendszert. Szeretném elmondani, hogy a kétfajta klub, kártya létezik. Az egyik a klubkártya, amit értelmesen a kluboknál váltanak ki a szurkolók. Itt is a név születési, egy születési fénykép. A másik pedig a futballkártya, amit az MLS bocsát ki, mondjuk olyan szurkolók részére, akik nem kötődnek egyik klubhoz. Tehát meg sem. akarnak, mit tudom, hatfélesek hatféle, Minden kártyával minden mérkőzés látogatható, és természetesen az a lényege, hogy a hazai kártyával rendelkezik, a hazai nézők között figyelik a mérkőzést, a vendégszurkolók, a vendégszurkolók között, és semlegesek pedig a hazai rendezők által kijelölt helyen nézhetik a mérkőzést. Ha én külföldi. Érdeklődő vagyok. Én például vagy viszonylag gyakran jár a futballmérkőzésre. Megérkezem egy-két órával a meccs előtt, ott is vannak hosszú sorok, és persze ott azért jóval magasabb nézőszám van. Igazából a külföldi mit csinálhat? Egy-két órával előtte szeretne jegyet venni névre szóló jegyértékesítés van, tehát ezt be kell tartani, viszont a külföldinek nem kell klubkártya, a külföldi útlevéllel vagy egyéb személy, személyazonos igazolványjal igazolja magát, és minden gond nélkül megtekintheti. Erre is gondoltunk, ez ez szerint, ezt igen. is kiváltottuk, ezt a részt, tehát a külföldiek nem kell kártya, útlevél vagy személyazonosító okmány. Jenő, ugye most a, az indoklás szerint bizonyos stadionfejlesztések állása miatt van, ahol euh, tavaszig türelmi időt a, adott az MLS a klubkártyára, ha jól értem, ez mit jelent? Adhat, 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 adhat. Ezt az 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 kell, mind, kezdeményezni, kell kezdeményezni, világosan kell, indokolni kell, hogy miért egyrészt lehet a stadionfejlesztés, stadionfelújítás kapcsán, a másik pedig a kapacitás kapcsán. Ugye lesznek, vagy lehetnek olyan stadionok, amik a közeljövőben felújításra kerülnek, hogy nem lenne értelme egy ilyen rendszert bevezetni, addig, míg nem épül fel az új. A másik pedig az, amikor ugye a vége a nyári szabadságoknak elképzelhető, hogy a klubok mondjuk kapacitásban nem bírják azt, hogy a szurkolók egy hétvégén megrohamozzák az irodat, és sokan akarják kiváltani, de ezt a klubnak kell jelezni az MLS felé, ezt az MLS mérlegeli, és ha úgy gondolja, akkor adhat halasztást, de legkésőbb a tavaszi rajt kezdetéig. Ö, volt már olyan klub, amelyik kezdeményezte? tudomásunk szerint még nem. Számít. Ez még egy friss információ, tudomásom Szám, szerint. Számítatok rá, hogy lesznek ilyen problémák? Elképzelhető, mert már, már szóban már jelezték, hogy, hogy, hogy lehetnek problémák, mert az a tapasztalatuk, hogy általában a szurkolók mondjuk a mérkőzés napon vagy a mérkőzés megelőző napon jelentkeznek tömegével az irodákon, és ott a kapacitás nem biztos, hogy föl tudja dolgozni, tehát nincs egyenletes elosztás. Ha ezt, ha ezt a klub kéri és jelzi és indokolja, ebben az esetben majd dönt az MLS, hogy kitolja a határidőt. Azt, hogy egyáltalán arról a problémáról beszélünk Magyarországon, ahol sajnos egyébként nem olyan rettentesen magasak a nézőszámok, tehát itt a, a, vannak ö, ö, emelkedő tendenciák néha, de azért alapvetően átlagban két-három ezeres nézőszámról beszélhetünk most az NB1 fordulóiban. Ö, ott ö, ilyen helyzetben egyáltalán az, hogy torlódás meg sorok, az hogy vetődik fel? Ö, úgy vetődhet föl, hogy mondjuk egy viszonylag... Ö, nem túl jó komforttal rendelkező stadionba, egy időben érkeznek szurkolók, mondjuk a mérkőzés kezdett előtt 10 perccel, és kevés a, a kapu, abban az esetben torlódás alakulhat ki. Abban az esetben akár ezer nézőnél is simán. Így van, ott lehet torlódás. Az. Ugye ezt a célt szolgált az MLS korábbi programja, a stadion felújítási program, hogy már korszerű stadionok legyenek, ülőhelyel ellátott stadionok legyenek, olyan beléptető rendszerek, olyan kapukrendszerek és annyi kapu rendszer, ami biztosítja a kényelmes belépést, ezért újulnak, és újultak meg a stadionok Azt eddig is. Az az, hogy aki, amely csapatoknak vadonatúj stadionja van, már most működő, az kizárt, hogy ott ilyen felmentést kérjenek, vagy kaphassanak, igaz? Abban az esetben, hát ott már működik, működik, a rendszer, ott már természetesen a szeptember 15-e után ö, úgy kell működtetni, hogy csak kártyával lehet jegyet értékesíteni, illetve belépni a stadionba, hiszen személy azonosításra szükség van. Van arra nézvést, el gyan, gyanútok, hogy hány olyan NBA-es csapat lesz, amelyik... Kérni fogja a klub lesz, amely kérni fogja ezt a felmentést a szóbeli jelzések alapján. Szóbeli jelzések alapján, úgy számszerűen nem nem néhányan már jelezték. Tehát bizonyára lesznek olyanok, akik élnek ezzel a lehetőséggel, de számszerűen nem tudom, mert én csak hallottam ezt az információt. Tehát az azért nem hát, a fele a kluboknak? Nem tudom, nem tudom, szeretném uh -huh. számszerűsíteni a uh -huh. dolgot, majd meglátjuk, de azt gondolom, hogy ahol időben elkezdték egyrészt a szurklók támoga, tájékoztatását, másrészt a rendszer kidolgozását, ott nem lesz. Probléma. Ott lehet, ahol esetleg késlekedtek egyrészt a kezdéssel, másrészt pedig a szurkolók mondjuk mondom, a nyári szabadság vagy egyéb okok miatt nem fokozatosan érkeztek az irodákhoz kiváltani a kártyát, hanem, hanem egy rohamba, és ez még a hátralevő levő időben is előfordulhat. Ugye szeptember 15-ig még bő két hét van. Az, éppen Muszbek sportkozó beszéltünk itt a héten, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha most meglévő ellenérzések és bolykottok azok megszűnnének. Tehát, hogyha tartósan szurkolói béke lenne a labdarúgásban a klubokkal és az mls -el. nincs olyan félelmetek, hogy sokan elmaradhatnak? Akár Ö, középtávon is a megcsekről? Azt szeretném leszögezni, hogy a Magyar Labdarúgó egy célja az, hogy minél több sportszerűen szurkoló, szenvedésen szurkoló néző legyen a lelátókon. Tehát nem az, hogy bárkit is elültözünk a stadionból. Aki a sport eseményért megy ki, azért, hogy szurkoljon a csapatának, szurkoljon az nem volt ha és emberek nem lesznek ott. Az, az nem baj. Uh -huh. nem, sőt, az, az, az ki is kell szorítani. Sokan azért nem jártak mérkőzésre az elmúlt időszakban, mert egyrészt a trágárság miatt, másrészt pedig volt bennük valami félelem, hogy valami balhé lehet. Ö, ezt nem szeretnénk. Azt szeretnénk, hogyha sok-sok szurkoló lenne látód visszatérnének azok, akik ilyen olyanokok miatt elmaradtak, és azt szeretnénk megértetni a szurkolókkal, hogy ez a bizonyos kártyarendszer adatvédelmi szempontból rendben van, tehát jóvá hagyta az adatvédelmi hatóság, folyamatosan ellenőrzi és ellenőrizheti egyrészt a kluboknál, másrészt az MLS-nél is. Én azt gondolom, vagy legalábbis azt hallottam, hogy a szurkolóknak ilyen, ilyen adatvédelmi problémáik vannak, hogy kikerülnek az, az adataik. De, de, de nem jó, tudom pro ilyen Szerintetek nem, világos értelmezni. Nem, mert hiszen névszületési hely és idő van. Tehát ebből aztán mit, milyen adat, ami, ami, nagyon sértő lehet, hiszen lakcímet nem kell megadni ezen a bizonyos kártyán. De, de szívesen meghallgatjuk, meghallgatom és az indokokat, hogy mi a konkrét baj vele, mert azt gondoljuk, hogy körbejártuk alaposan, és, és, nem lehet ebből. A normális szurkoló, olyan szemben normális, aki szurkolni mely a csapatának, és nem pedig a balhét keresi, hanem csak a jó hangulatú mérkőzéseket. Én azt gondolom, hogy semmilyen félnévaló tartani nincs a kártyától. Ha valaki kiváltja, de vannak ellenőrzései, kimennek ezek a szurkolói csoportok, és mondjuk nem trágár, ízléses módon euh, élcelődnek az MLS-szel a döntés miatt, de kiváltották, tehát belementek, azokért a transzparensekért büntetni fogtok? Hát attól függ, mi van a transzparensen. Ezeket a hitelesíteni kell, mi van felírva, és akkor ezt majd eldönti a fegyelmi bizottság. A végén hadd kérdezzem meg, nagyon fontos ebéselejtező lesz, és indul a sorozat, az Európa-bajnokságra. Mire lehet számítani? Az idegen illetően, Pintér mit mik lesznek az elvei? Egervári Sándor ex-kapitánnyal beszélgettünk itt a héten, elmondta, hogy távozásakor ő megtette a javaslatot az mls hogy az állandó játék lehetőséggel nem bíró válogatott focistákkal kezdjenek valamit, és hát valahogy menedzseljék a csellengőket. Gera Zoltán példája mondjuk az jól mutatja azt, hogy hogy egy jó hazai váltás az újabb, újra válogatottságot hoz valakinek, vagy tud hozni. Igen. De a válogatott szempontjából legfontosabb az, hogy a játékosok játékban legyenek. Ha külföldre is mennek, akkor ne a padon ücsörögjenek, vagy még ott sem, hanem játékban legyenek, hiszen ebből tud válogatni a kapitány is. Valóban ezzel egyet kell érteni, hogy azokból a játékosokból lehet válogatni, akik rendszeresen játszanak, és ha esetleg külföldre nem jutnak szóhoz hosszabb időn keresztül, tehát hónapokon keresztül, akkor el kell gondolkodni azon, hogy melyik csapat az, ahol rendszeres játék lehetőséget kapnak, szem előtt vannak, a kapitány is tudja őket figyelni, és akkor könnyebb az út a válogatott felé, mert a kispadról vagy a lelátóról nem lehet bekerülni a válogatottba. Annak az ötletnek bármi módon látja realitását az MLS, amit Egervári mond, hogy akár ahogy régen a Steaua-nál volt, vagy a Honvédnál. Tehát kicsit egy kicsit egy-egy klubba összeterelni a csellengőket Magyarországon. Én Tehát azt... valamilyen módon menedzselni fölülről a folyamatot. Az, hogy ebben nem nagyon lehet beleszólni, hogy melyik játékos melyik klubhoz igazoljon és hova menjen, az lenne a legfontosabb, hogy azok a játékosok, akik szóba jöhetnek a válogatottnál, rendszeresen játszanak minél magasabb nívójú bajnokságba, és ez hasznot hoznak a válogatott csapatnak is, megkönnyítheti a kapitány dolgát is, mert látja szem előtt van, és tényleg a játékosokból tud válogatni aki hétről hétre pályára lépnek. És azt mondják végül, hogy egy hét múlva jön Észak-Írország. Hogy áll a jegyértékesítés? Tehát az ülői úton? Reményeink szerint igen. Körülbelül 13 ezer jegy talált eddig gazdára, folyamatosan jönnek ugye az igénylések, és hát abban bízunk, hogy teltház előtt, nagy közönség előtt eredményesen és győzelemmel kezdi a sorozatot a magyar labdarúgó válogatott. Aki kimegy a válogatott messe, annak kell szurkolói kártya. Nem, azt szeretném hangsúlyozni, tehát ez a kártya szeptember 15 után élt. Tehát nem. erre a mérkőzésre nem kell szurkolói kártya, névre szóló jegyértékesítés van. Köszönöm szépen, hogy tájékoztatottál a lehetőséget.